Egy felmérés szerint a magyar emberek több mint háromnegyede örült Ferenc pápa Magyarországi apostoli útjának, és pozitívan értékelte a Szentatyja látogatását. A szerencsések személyesen is találkozhattak a Katolikus Egyház fővel, ám az otthon maradók sem maradtak le az eseményekről, hiszen a közmédia közvetítette a pápa látogatás minden mozzanatát, a közvetítéseket pedig milliók kísérték figyelemmel, Zoltán. Köszönöm szépen. Az MTV a vallási főszerkesztőségének főszerkesztője Andrónyi Kolosa vendégem, akivel kollégák vagyunk, engedjék meg a nézők, hogy tegeződve folytassuk. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó reggelt szépen. kívánok. Jó reggelt kívánok. Ferenc pápa beszédében sokszor került szóba a híd kifejezés, és a közmédia a apostoli úttal kapcsolatban hát egyfajta híd szerepet is betöltött, hogy közelebb vigye az eseményt azokhoz, akik nem tudnak személyesen lenni Ferenc pápa budapesti programjain. Ez hogyan lehetett erre válaszolni, erre a felelősségre? Ez egy óriási logisztikai kihívás is volt abban a három napban koncentrált figyelem, úgyhogy már az azt megelőző időszakban is önálló tartalmakkal készült a közmédia, a nézők, a hallgatók és az olvasók számára. Hogyan valósult meg ez a hit Hát lehet, hogy furcsa, amit elsőnek mondok, de a legnagyobb eredmény az az, hogy egyetlen gesztusról sem maradtunk le. Ugye ezt most tanában így hívják Ferenc pápa látogatása után, hogy a szívből jövő gesztusok pápája, és óriási eredmény, hogy egyetlen egy ilyen gesztusról nem maradtunk le. Ez egy ilyen furcsán hat, de hogyha hozzáteszem azt, hogy ehhez körülbelül 100 kamera kellett, 11 helyszínen, 6 közvetítő kocsi és kb. 12.000 méter kábel, akkor már ugye azért érezzük ennek a súlyát, hogy milyen fontos volt az, hogy mindenhol jelen legyünk. És hát hozzá kell tenni, hogy körülbelül 1000 percet közvetített a Duna Televízió, 1100 a Kossuth Rádió, az M1 is az online felületünk 1175 percet közvetített, a közmédia dolgozói, 200 ember dolgozott ezen a három nap alatt, nem beszélve az Antenna Hungária kiváló szakembereiről, akik 180-an voltak. Úgyhogy ez a közel 400 ember előkészületekkel, mindennel együtt, azt hiszem, hogy ezzel a három nap alatt sikeresen közvetítette. A legnagyobb dicséretet egyébként a, a olasz közszolgálati televízió munkatársától kaptuk, akik minden alkalommal elkísérik a Szentatyát egy ilyen együttműködésük van a szentszékkel, és ők mondták azt, ő mondta azt a közvetítés végén, a három nap végén, hogy világszínvonalú, nem mindenhol látható közvetítésünk volt. Talán keveset beszéltünk eddig arról, hogy lehetőség volt nemzetközi jelet, úgynevezett tiszta jelet közvetíteni. Ezt a bizony YouTube csatornán keresztül lehetett látni. Ez miért volt jelentős? Sokszor előfordul az, hogy az nézői igény, hogy, hogy nem szeretnék kommentárt hallani az események közben. Zavarja őket, vagy egyszerűen jobban jelen tudnak lenni az eseményen. És most az volt az ötlet, hogy ezt a tiszta jelet, ezt a nemzetközi jelet, amit műholdra adunk, adtunk 70 ország felé, ezt a jelet mi is streameljük, és így a néző úgy tud bekapcsolódni a felvezető programokba, a Szentatya érkezésébe és az ottani jelenlétbe, hogy semmilyen stúdiót, semmilyen beszélgetést nem kell végighallania, vagy hallgatnia, hanem egyszerűen csak részt vesz ezen a programon. Szerintem így is sikerült közelhozni ezt az eseményt azoknak, akiknek erre volt igényük. Akiknek arra volt igényük, hogy beszélgetést halljanak, hogy szakértőink beszélgessenek arról, hogy mi történik, azoknak pedig természetesen ott volt a Duna Televízió, a Kossuth Rádió, vagy az M1. Tegnap a, még a YouTube, YouTube csatornán számos tartalom elérhető volt, például amikor megérkezett a Szent Atya, onnantól kezdve még az első eseményére elment a, a közvetítés, megtalálható. Ezek a tartalmak továbbra is fennmaradnak, visszanézhetők maradnak? Hát mondanám, hogy örök életre ö, igen. Ö, de hát nyilván az élmény az, ami örök élet, meg hát az örök életben hiszünk, de igen, tehát ameddig csak lehet, addig ott elérhető lesz az, az élő közvetítés. Erdő Péter Bíboros úr utalt arra, hogy a nyugati kereszténység keleti határán vagyunk, és a Szent Atya is beszélt erről, hogy a határok nem elválasztanak, hanem egyfajta lehetőséget adnak a párbeszédre, az útra, hogy a közösségeket megtaláljuk, és hogyha már a közmédia feladataival kezdtük, akkor maradjunk még ennél, hogy hogyan lehet megtalálni az utat a közösségekhez, hogyan lehet erre a kihívásra válaszolni, amiről a Bíboros úr és a Szent is beszélt. A óriási kihívás, tehát én is ezt értem meg vallási munkatársként, a szerkesztőség vezetőjeként, hogy, hogy, hogy Mit lehet tenni azért, hogy egy közösségbe bekapcsolódjunk, eljussunk a közösséghez? Nekem a legnagyobb élményem az Agapé című műsorunkkal kapcsolatban volt, hogy ez egy beszélgetés műsor, műsorvezető négy okos ember általában közéleti témákról beszélget keresztény alapokon. És ez az a műsor, amit, amit elkezdtek használni közösségek. Plébániák, templomok, órákon, együtt nézték, megbeszélték, és itt vettem észre azt, hogy, hogy milyen érdekes, hogy egy műsor eljut a közösséghez, és a közösség utána elkezdi használni. Ugyanilyen műsorunk a Deő szintén, ami fiatalokról szól, és fiataloknak szól, és ezt is ugyanígy elkezdte használni az iskola, a közösség, a hittanára, a felületek, különböző felületek megosztják. Tehát azt hiszem, itt a kult cool szó, hogy, ha elkezdik használni azt, amit mi tartalomként előállítunk, akkor van jelentős szerepünk. Sikeres a közmédia régi mesterségeket bemutató, terjesztő sorozata is, amely úgy kezdődött, hogy a Jézus és, és itt voltak a mesterségek, mezőmisi volt a műsorvezetője, itt az m már többször is beszéltünk erről a műsorról. Milyen volt az első évad fogadtatása? Hát én azt gondolom, hogy jó volt, mert hogy bizalmat kaptunk egy második évadra. Nagyon sok visszajelzés volt, hogy milyen gyönyörű megoldásokat tudott a közmédia felmutatni, képileg, tartalmilag, hogy egybe volt a műsor, hogy mennyire jó volt mezőmisi jelenléte, olyan hivatásokat mutattunk be, amelyeket hittel végeznek, és nem egyszerűen foglalkozásokat mutattunk be. És ezek az emberek így közel kerültek, nem csak a foglalkozás került közel az emberekhez, hanem az ember emberhez került közel, megélt hittel, hivatással. Igen, hát itt ősi foglalkozásokon keresztül mutatták be, hogy a hitnek milyen szerepe van az élet különböző területein. A tematika változik? Igen. Ugye nincs annyi ősi foglalkozás, hogy még 12-t ki tudjunk állítani, bár van, aki azt mondja, hogy van. Úgyhogy itt most egy kicsit változtattunk, és mező is szemével azt szeretnénk most bemutatni, hogy végigvenni azokat az élet, életünkben jelentős sorsforduló pontokat, amely, amely Jézus életébe is bekövetkezett, és a mi életünkbe is bekövetkezik. Gondolok itt a magányra, a szerelemre, az örömre, vagy a, a vesztességre, gyászra. Ezek mind-mind olyan fordulópontok, amelyek mindenkit érintenek. Mezőmisi fog ennek utána járni. És hát nagyon jelentős témák beszélünk, majd még erről is Andró Nikolosnak. Én most köszönöm szépen, hogy itt volt, és mindenről beszéltünk. Én is köszönöm.